Sziasztok, köszöntelek titeket itt az Ansnitben. Aki követi a filmjeimet, azt tudja, hogy az elmúlt egy-két évben volt szerencsém beutazni a világot, és eljutottam többek között Balira, Szingapurba, Amerikába, Kenyába, Maldív-szigetekre és még számtalan gyönyörű helyre. Ezeket az úti filmeket bármikor vissza tudjátok nézni nagyon sok hasznos információval, és hát utazásaim nagy részét többek között annak a műsoromnak, sorozatomnak köszönhetem, ami majdnem egy évig ment az ATV műsorán, és amely bemutatta a világ leghíresebb, legkülönlegesebb épületeit. Szóval most már kellő tapasztalattal a hátam mögött arra gondoltam, hogy készítek egy olyan videót, amelyben elmesélem nektek, hogy én hogyan szoktam nekilátni egy utazás leszervezésének. Hát, ha ezzel tudok valakinek segíteni. Legfőképpen azoknak szól ez a videó, akik még nem rutinos utazók, akik még csak most szeretnének belevágni egy utazás leszervezésében, és ehhez tudok nekik talán egy-két tippet adni. Az első lépés a büdzsé, azaz a keret meghatározása. Tegyük fel, hogy van 800 ezer forint félretett pénzünk. Ebből én kapásból leszoktam vonni 200 ezer forintot, hisz 100 ezret félreteszek költőpénzre, kajára. És 100 ezer forintot mondjuk a fakultatív programokra. Ez persze lehet ennél több vagy kevesebb, az adott hely drágaságától és az utazásunk hosszától függően. Maradt tehát 600 ezer forint kettő főre, azaz 300 ezer forint fejenként, amibe szerepelnie kell az úti költségnek, repülőjegy, illetékkel és mindennel együtt, vagy buszjegy. A szállásnak, a transfernek, reptértől a szállásig oda-vissza, a biztosítási díjnak és a vízumdíjnak, amennyiben az szükséges. Valamint a kinti közlekedésnek, ami lehet robogó vagy autóbérlés, esetleg tömegközlekedés. Ebből kell tehát gazdálkodnunk. Most, hogy már tudjuk a keretet, a következő lépés, hogy meghatározzuk, milyen nyaralást is szeretnénk. Tengerparton pihenős, túrázós, városlátogatós, vagy ezeknek a kombinációját, európai, vagy esetleg egzotikus nyaralást. Könnyen le tudjuk szűkíteni a lehetőségeket, hisz az adott keretbe csak bizonyos helyek férnek bele. És azokat is csak bizonyos hónapokban érdemes látogatni, amikor jó idő van, nincs esős évszak, és ideális az utazáshoz. Én példaként most egy egzotikus helyet választottam, Tájföldet, az egyik kedvencemet, és azon belül pedig Phuketet. A harmadik lépés, hogy felkutassuk a legjobb és a legolcsóbb repülőjegyet. Én erre a momondo.com oldalt szoktam használni. Be tudod állítani azt is, ha esetleg egy bangkoki kitérővel szeretnél odautazni. Ha nem forintba mutatja az árakat, itt át tudod állítani. Figyeld meg azt is, mely napokon olcsóbbak a jegyek. Az áraknál nézd meg, hogy mikor indul a gép, bevállalsz-e például egy hajnali indulást, vagy egy terminálon éjszakázást. A feltüntetett árakra még érdemes rászámolni akár több tízezer forintot is, mert a repülőjegy foglalás végére rápakolnak még plusz költségeket, például bőrönd, helyjegy, stb. Ha túl drágák a jegyek, akkor se adom fel. Megnézem, hogy mi van akkor, ha Bécsből indulnék, vagy más közeli európai városból, ahová autóval, busszal, vagy egy vizerjárattal pár ezer forintból már ott tudok lenni. Fontos azonban, hogy megnézzük az adott város melyik repterére érkezünk, és honnan indul a csatlakozás. Ugyanis mikor mi Londonból akartunk Kenyába jutni, akkor bár jóval olcsóbb jegyet találtunk, de a londoni Gatwickre érkeztünk volna, és a Heathrowról indult volna tovább a gépünk Kenyába. Viszont a két reptér között nem csak a távolság volt óriási, hanem az úti költség is, amellyel már ugyanoda értünk volna árban, ahonnan elindultunk. Fontos az is, hogy legyen legalább kényelmesen két óra, vagy esetleg másfél a csatlakozásig, különben abból dráma lehet. Lehetőség tehát nagyon sok van, ez egy igazi sakkjáték, mire megtalálom a megfelelő jegyárat. Ha látom, hogy vannak a keretbe belefért árak, akkor gyorsan megnézem a szállásokat is. Erre mindig a booking.com-ot szoktam használni. Én nem csupán az adott helyet szoktam bejutni a keresőbe, hanem az adott hely legszebb partját, mert ott szeretek megszállni. Szóval előbb egy gyors kutatómunkát végzek a neten. Phuket legszebb partja. Több oldalt, fórumot elolvasva arra jutottam, hogy a legnépszerűbb, legnyüzsgőbb part a Patong Beach. De nem a legszebb. A legszebbnek és legcsendesebbnek a Nai Harn Beach-et írják. Így én azt választom, és inkább majd robogóval ellátogatok a Patong Beach-re. Visszatérve a Bookinghoz, a következő szűrőket állítom be általában. A hely a Nai Harn Beach közelében, az adott. Legyen reggeli. Ez egy távoli ismeretlen helyen szerintem nagyon fontos. Európában, ahol már nagy valószínűséggel több a kisbolt pékség, ott már kevésbé. Legyen legalább 8 pluszos értékelése, és végül legyen ingyenesen lemondható.
Ha esélyes, hogy hosteleket is kidob, akkor pluszba beállítom, hogy hotel legyen. Ez most nem egy hátizsákos nyaralás lenne, szóval nem a legolcsóbb lehetőségeket, hanem közép és felső közép kategóriát keresünk. Egyébként ebben az All Seasons Hotelben szálltunk meg anno, és nagyon tudom ajánlani. A kiszemelt szállásnak is mindig utána járok. Megnézem a saját oldalát, ha van. A YouTube-on rákeresek, és még a Google Earth-ön is körbejárom a környékét, nem lepukkant-e. Ha megtaláltam a megfelelő szállást és a repülőjegyet, a foglalások előtt mindig megnézem, kell-e az adott helyre vízum, és hogy mik a beutazási feltételek. Nagykövetségek honlapján a legbiztosabb ezek után nézni. Transferrel kapcsolatban én mindig meg szoktam kérdezni a szállást, hogy ők mit tudnak ajánlani, valamint meg szoktam nézni az internetet is, hogy a reptéren esetleg van-e olcsóbb lehetőség, például taxi vagy tömegközlekedés, vonat, bármi más. Hogyha megvan a transfer, akkor már jöhetnek a fakultatív program lehetőségek. Általában olyanokat írok be, hogy Phuket látnivalók, programok, stb. És ha szerencsénk van, akkor talán még magyar nyelvű kinti programszervező irodát is találunk. Előre le is tudjuk foglalni a programokat, vagy legalábbis felvenni velük a kapcsolatot. Ezután jöhet a biztosítás lefoglalása, amit a biztosítás.hu oldalon szoktam intézni. És kész is! Ám itt nálam még nem ér véget a kutató munka, hiszen én szeretek utána járni az adott hely kultúrájának, a történelmének, földrajzának, ételeknek, érdekességeknek. Nekem ettől lesz igazán teljes az utazás. Szóval összefoglalva, senki nem tökéletes és mindentudó profi utazó. Ha új helyre megyek, akkor én is a nulláról kezdem, számomra az is ismeretlen terep lesz. De ott van a Google, az internet, fórumok, oldalak és csoportok a Facebookon, mint például az Utazó Majom oldala. Ez persze időt, energiát igényel ez a kutató munka, de hát ez ennek a szépsége szerintem. És sok esetben olcsóbb is, hogyha az ember maga foglalja az utazását, és nem pedig egy utazási irodánál. Ugyanakkor én az utazási irodákat is szeretem, sőt, vannak kedvenceim, és egyes utak például náluk olcsóbbak. A Grand Tours és a Rolli Tour buszos utazásain többször részt vettem már, és imádom őket. Tudom nagyon jól, hogy fárasztóak a buszos utazások, de egyáltalán nem mindegy, hogy például egy egyhetes görög nyaralás busszal, utazással, apartmannal együtt kijön 90 ezer forintból, és nekem semmivel sem kell foglalkoznom, hoznak, visznek és gondoskodnak rólam. Én remélem, hogy icipicit valakinek tudtam segíteni és néhány tanácsot adni az utazás szervezéssel kapcsolatban. Ha csak egy embernek tudtam egy kicsit segíteni, akkor már megérte ez a videó. Ha szeretnétek több utazással kapcsolatos filmet, érdekességet látni, akkor kövessétek továbbra is az Ansnitet Facebookon, Instagramon és a YouTube-on is. Kellemes utazás mindenkinek! Sziasztok!